Szevasztok, srácok, újra jelentkezik a KTN Gaming Zendával és Kosztával. Folytatjuk tovább a Bloody Trapland 2-nket, és hát ugye ennél a pályánál hagytuk abba... Ne kövessé. És... mindenhová követlek. Nézzük ki, sem ennyi. Ennyi Pinky. Visszaváltottam Pinkyre. Aha, mert hogy jobban megy. Fontos. Igen, jobban megy vele. Aha, biztos, látom. Biztos, hogy ez figyelj, az első lukon már tökéletesen le tudsz esni. Na figyelj. Apa. Mondjuk eddig veszélybe jutottál, mint én. Na de most. Hopp. Az szép úgy. Aj. Nem mondd, hogy szép, mert elrontom. Határozottnak kell lenni. A hülye nagy fejeden ugrott egyet a karakter, és emiatt haltam meg. Na, lejutottam, az nagyon jó. Az jó, csak ott kapaszkodnod kell majd, ott tudod, ott a csupasz falba. Csupasz, az anyád, az csupasz. Pinky. Nagyon szép. Ne! Lestükkoltam a tüskét. De... Eddig jó. Ne! Ott meg kellett volna halljak, furcsa volt. Hol? Konkrétan az egyik tüskén tudtam csúszni. Aha. Hát ilyen van benne, örülj neki. Na jó, most már tovább kéne jutni, hallod? Ez most már ciki. Na jó, figyelj. De mi? Elkapta a másik falat. És akkor itt négyit hasasozni kéne? Lejted, és akkor a levegőbe ugrasz. Mit te, mit csinál? Ajjá, értem. Ne szerénykedj, ne szerénykedj. Keményen, bátran. Kamikáze. Ah, bazd meg. Jó, még nem, nincsen semmi. Ne, ebbe be kell melegedni. Ne! És ott be kell hasasozni egyébként. Mi? Most összezavarodtam, olyan furcsaságokat csinált a Karim, na mindegy. Ne! De, jó, oké, megvan. Áááá! Ez addig nagyon jól alakult. Hát igen, csak ott konkrétan be kell esni a ligba. Hasassal. És az azért megbonyolítja itt a dolgokat. De csezd meg, miért nem úgy ugrik, ahogy én szeretném? Hopp, de bazd meg. Hopp, egyszerűen bizony, hogy mindig azt a sarkot kapom el. Ma nem ez hogy szembe neki mentem a tüskének. Jó, kezdem érezni a pumpát, hogy megy fölfelé picit. Ne! Megvan! Itt vagyok. Akkor neked már félig jó. Félig jó, úgyhogy gyere át te is. Ez az? Ez az? És most... Ne... Most az lesz a baj, hogy téged foglak figyelni, de ne engem figyelj! Haladsz. Nem. Te, neked kell megcsinálni a pályát, úgyhogy gyere. Yeah. Akkor várhatunk egy pár órát. Srácok, még nem volt 24 órás videó, úgyhogy most lesz. Szemét. Na tényleg a tiédet nézem. Jó. Oh. És akkor... De várj, itt most. Ne! Aha! De szemét, ezt így kéne! Jó, el kell, aki tud, az tud. Ennyi volt a ugrás, és mehetünk a következőre. Én boldog vagyok, 9-es pálya jön. El sem hiszem. Kerek 100-szor haltunk meg. Az szép. Mondjuk valószínűleg ebből az enyém több. Mindjárt megnézem. Hát igen, én 36-szor haltam. Na nézzük a 9-est.
Aha. Na, mennyi előre, te nyugodtam. Eddig nézem, aha. Azt mondjuk eddig jó. Igen. Azt gondolom beindítja ágyukat. Ez így nyugis. És akkor le kéne... Aha. Aha! Anyád! Jó, ezt kinyitottad. Az szuper. Ez így jó. És akkor most? A zárva van itt ez a... Figyelj, itt leesett egy cucc. Azt láttad? Azt nem néztem. Azt nézem, hogy itt gyanúsan egy olyan hasassal és a aha. kis fűrész alá. Kösz! Tehát ez a szemét, bocs. Aha. Na ez az, ami nem lesz meg soha. Uh-huh. Várjál, nem biztos, hogy ha alá megyünk, akkor az miért is jó? Nem alá kell menni, hanem nagyjából itt megállni. Tehát előtte kéne valahogy. Mellette, aha. Éjjj, bezzeng. De ott voltam már. Aha, tehát akkor át lehet ugrani. Lehetne. Ne, ha is a másik fele kapott el. De milyen vicces hangja van, amikor bedarál. Milyen? A csontunk nem fogja tönkretenni a vizét? Ej, ez a szar volt. Az lenne a jó. De ne. Ej. Na. Te mit csinálsz? Megijedtem. Határozottan! Aha. Na. Ne, bazd meg, beleestem a tüskébe. Lehet, hogy kell egy kicsit itt cseszni. Pillanat? Menjél. Így. Nem így. Uh-huh. Várjál! Aha. Nem. Ez így nem jó. Valamint nem jó. Az a tüske kár, hogy ott van. Meg lehetne ugrani. Az rohadtul. Igen, egyébként. És mert mindig az, bázzeg, most is meg lett volna, csak lecsúszok. Várj, és így... Csináld azt, hogy... Ja, ilyen, ilyet. Aha. Hát ez lófasz. Állj föl! Nem. Várjál csak. Állj! Nem jó. Azt próbálom, hogy hát egy kicsit magasabbra tudok ugrani. De az a baj, hogy utána már nem akarja elkapni. Nem. Illetve nem, ez nem igaz, nem akar ugrani onnan. Aha. Ez furcsa volt. Ó! Szaj. Hát ezt nem hiszem el. Hát ez... És valószínű, hogy ott, hogyha ott túl tudunk menni... Akkor... Az a zöld, az ki fogja nyitni ezt. És akkor onnantól kezdve már egész korrekt a pályam. És onnantól kezdve már... Hát mondjuk. Túlzás, de... Igen. Szóval... Ezen át kell ugrani. Nincs mese. Hol vagyok? Az úgy, hogy mondjuk a... Igen. Ja, de viszont... Ne. De hogy tudtad a fel? Nem tudom. Pókember. Nem tudom. Soha többet nem fogok tudni oda fölmenni. Megijedtem is leestem, bazd meg. Na, levitáld magad egy kicsit még följebb, hogy az előbb, az jó volt. Ó, meg, jó van. Ne sürgessék, Kosszán, ne sürgess, bazd meg. Ó! Ne, jó, Kosszán, nagyon izgulok. Itt vagy? Vagyok. Igen. Csak nagyon-nagyon csöndben voltam, nem izgultam. Tam. Mi volt a trükk? Semmi.
Bazd meg. Ne. Ennyi. Hűha, azért nagyon nem. Kurva szádat. Jó. Jó. Ne! Csak lefele megy az a szar macska. Látom. Ó, jó, 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 most nyugi, most nyugi. Nem jó? Hú, bazd meg, ott hogy? Nem, nem, várjál, várjál. Próbálkozzál nekem, most nem megy. Kiestem a ritmusba. Én teljesen ledermettem, úgyhogy figyelek. Szugerálom, hogy menjen. De nem megy. Azaz! Megvan, geci! Hú, bassza meg. Hát ez kész. Azt a mindenit. Ja, aha, jó, hogy ez ilyen. Ez mi? Ez eddig tök easy. Igen, itt egy ilyen. Ott kellett volna nyomnom, de ez most ehhez képest könnyű. Ehhez képest könnyű? Eddig? Hú. Marad, nagyon szép volt az. Ó, oh, basszus. Nem is értem, hogy sikerült egyébként ott feljutnom. Oké, és... Na és akkor ott hasassak, de átugrani. És mikor? Hát... Nem mindegy, ugorj. Hát ez nagyon jó volt. Vagy... Bazd meg. Vagy elengedni, és akkor... Nem tudom. Lehet, hogy az az elengedés az jobb. Vagy nem elég? Nem tud, oh, bazd meg. Most meg nem dobott föl a izé. Dagat volt a macska. Nem most meg ebbe beleugrottam. De a nagyja azért az ott nagyon szar volt. Hát ez eléggé. Erre itt már csak rá fogunk jönni. Jaj. Aha. Jó, szerintem elengedős kell. Én egyelőre azt mondom. Egy tippet majd adok neked. Na. Legalábbis nekem az úgy könnyebb. Már mindegy, nem ott fönt. De ott elengedős és hasasugrós. És szerintem akkor kell indulnod, amikor feléd van a penge. Akkor mondjuk most. Uh-huh. Úgy kell. Na, nézd csak! Én itt azt csinálnám, hogy itt le, és akkor így, érted? Az mondjuk, hogy még jobb, igen. Hello! Bazd meg! Visszafelé... Ez mi volt? A szemét volt, hogy visszafelé. A kurva anyja! Ó, te szemétláda! Szevasz! Aha! Merül el! Nem merül el, ne aggódjál, mi jön az vissza. Jaj, már kiugrott a szívem. De... És itt most hogy? Azaz! Úgy kell. Na, ez már easy. Easy? Jó, akkor csináld meg, én addig itt állok. Na? Na, easy. Na, mi van easy? Hát azért annyira nem. De, Pont nem ugrik annyit, de... Na. Mi van easy? Mi van easy? Easy. Úristen! Felkészült-e? Nézzük akkor... Na várjál, ez most... Ez mi? Mi az ott közép? Ja, ne, persze, mert izé jön. Boss. Jó, én itt... Figyelj már! Tö-tö-tö-tö-tö-tö! Ez mi?
És most mit... lehet lőni? Vagy nem? Nem tudom. Most mit kéne csinálni? What? Nem tudom. B-vel lősz! Kétszer eltaláltam! Uh-huh. Nem már! Ha halsz, akkor visszatöltődik a boss HP-ja. Valamennyire. Akkor te hozod le. Igen. Te nem tudsz lőni? Na én semmit nem tudok csinálni. Jó, hát akkor ez szólóra van bazd meg kitalálva még. Az nagyon jó. Hát a bossnak a HP az fura töltődött így konkrétan. Aha, és most tudok előre hátra is menni már. Mondjuk azt látom, hogy merre mozogsz. Boss nem látok, meg a takarodat se, de azt látom, hogy merre mozog ez de a... De ne már! Gémon, jaj, és én most hol vagyok? De jó helyen raksz ki, bazd meg! Nem, ez még biztos, hogy nincs kész, mert a design sincs kész, a pálya háta. Ezt tőlem csinálták meg. Na most addig ütjük a buzit, amíg meleg. De nem érek el odáig, hallod? Most meg ott van lent. Na, most jó, most kapja az járdást. Ó, de jó helyen vagy! Ne, elmegy. Most akkor most, amíg visszajön, addig kéne kibírni. De, bazd meg. De jó, és megint itt az a rész. Ez baj. Jó, ne. Teszem vissza be. De én meg hol vagyok? Na végre. Ez az. Akkor megint kapsz. Jó, csak nyugi. Úgy, azaz. Azaz. Lefogyott a HP-ja egyébként. Leesett. Nem mondod. De, leesett. Leesett. Más a scroll. Kijutottunk a pályáról. Nem mondod. De kár legyen, ebből nem látok semmit. Na jó van, srácok, hát azt kell, hogy mondjuk, hogy sikeresen megcsináltuk ezt a szigetet is. Bár azt azért el kell mondjuk, hogy itt az a vége, ez már nem volt befejezve. A 10-es pálya az biztos, hogy nem a boss. Ugye erre több bizonyíték is van, az egyik az, hogy Csóri Kosta nem tudott semmit se csinálni. Igen, a másik meg az, hogy ugye míg a többi pályának már megvolt a háttérdizájnja, és így a bossnak nem. És... a háttérdizájn csak akkor szokott már megjelenni, amikor már teljesen be is fejezték a pályát, úgyhogy... hát ez a 10-es pálya még erősen béta volt. Na de mindegy, letoltuk. És az, hogy lesz-e még sziget, az még mindig egy jó kérdés. Mert régebben, itt ez alatt a sziget alatt, itt volt egy másik sziget, csak hát most Atlantis lett ugye belőle. Nincs itt semmi. Ugye itt van a sivatagos, az oké. És itt középen, itt nem 4, hanem 5 ilyen kis oszlop volt. Az, hogy itt most mi lesz, vagy mi nem lesz, hát... ha engem kérdeztek, nekem valami olyan sejtésem, hogy itt meg fog nyílni egy ötödik is, ahova le lehet menni, szerintem gyanúsan hasonlóan, mint ugye az egybe volt, hogy megyünk majd a pokol felé. Hát szerintem itt is valami hasonló lesz majd. De ez csak az én elméletem. Az, hogy ebből mi lesz igaz, meg mi nem, az a jövő zenéje lesz. Úgyhogy, hát mi egyelőre most itt befejezzük a Bloody Trapland 2-t, ugye azért, mert még erősen fejlesztik. Ha lesz valami új contentben, ne, akkor biztosan fogunk jelentkezni, addig viszont egyelőre parkolópályára tesszük. És hogyha tetszett ez a rész, akkor megköszönjük, hogyha dobtok nekünk egy lájkot, és ha nem tettétek volna, még iratkozzatok fel ránk. Bátran! Mi pedig nem sokára folytatni fogjuk a Bloody Trapland 1-gyel, azaz be fogjuk azt is fejezni. Na de addig is legyetek jók, szevasztok! Szevasztok!